Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc komáromi programsorozatának elsődleges célja, hogy minél több óvodást, általános és középiskolást vonjanak be az ünnepségekbe. A rendezvények március 14-én és 15-én lesznek. Az első állomásunk az Alapi Gáspár tér, ahol Brunc János Petőfi kopjafáját fogjuk fölavatni. Ez valamikor másfél évvel ezelőtt a kezdeményezésemre polgármester úr hadható segítségével és Brunc János tehetségének köszönhetően most átadásra kerül. Ez 14-én délelőtt 10 órakor kerül megrendezésre, ahol az ünnepség főszónoka, a város jegyzője Molnári dr. Tár Izabella lesz. Az Alapi Gáspár tér a Városháza mögött található tér. Itt óvodások adnak majd műsort, mert az óvodáskorú gyerekek évek óta itt ünneplik március 15-ét. Ezután a rendezvény után átmegyünk az Arany János út 17 rendezvényközpontba, ahol egy meghirdetett Petőfi és a 48-as szabadságharc rajzpályázatára beérkező alkotásokból rendezünk kiállítást. Ezt a Kultúra, Sport és Szabadidő Központ munkatársai fogják összeállítani, levezetni. Szili Nóra és Horváth Krisztina munkatársak, és a kiállított alkotásokat természetesen egy szakmai zsűri majd értékelni fogja, és ekkor meg is tartjuk a díjkiosztó ünnepségünket. Ennek időpontja március 14-e 11 óra. Szintén ezen a napon a Bozsik József Általános Iskola diákjai adnak műsort az ünnep tiszteletére a Petőfi Sándor Művelődési Házban 15 órakor. Ünnepi beszédet mond Takács József önkormányzati képviselő. Amikor ennek a rendezvénynek vége lesz, visszatérünk ismét az Arany János út 17 rendezvényközpontba, ahol a Petőfi kopjafa mesterét, megalkotóját, Brunc Jánost köszönhetjük újra. Itt egy kiállítást fogunk megnyitni Brunc János alkotásaiból, amelyek szintén a szabadságharchoz kötődnek, Petőfihez, és főleg azokat a munkáit fogjuk kiállítani, ami a hazaszeretetre buzdítanak, és hazaszeretetet ábrázolják. A kiállítás 17 órakor kezdődik. A gyermekrajz pályázat és Brunc János kiállítása március 26-áig tekinthető meg minden nap 9-től 16 óráig az Arany 17 rendezvényközpontban. 15-én lesz a városi rendezvényünk, a március 15-én rendezvény, szokásos helyen az Igmándi Erőd Kopjafás parkjában. Ennek a rendezvénynek az ünnepi szónoka kormány megbízottasszony Cunyiné dr. Bertalan Judit lesz. Az ünnepségvázát pedig a Jókai Mór gimnázium diákjai fogják adni. A zenét Horsa István és zenekara, valamint Korpás Éva észak-komáromi népdalénekes biztosítja. Fellépnek az Egresi Béni Zeneiskola diákjai és a Duna népdalkör. De ott lesznek a Nemzeti Lovas Színház tagjai, ott lesznek a Szekeres Gazdák, ott lesznek az Izsai Huszárok, és remélem, hogy nagyon sok komáromi lakos. Észak-Komáromban 16 óra 30-kor kezdődik a megemlékezés a Jókai szobornál. Ünnepi beszédet mond Hende Csaba honvédelmi miniszter. A megemlékezés 17 órakor folytatódik a Klapka téren. 18 órakor pedig a Városi Művelődési Központban lesz egy ünnepi rendezvény. A szervezők kérik, hogy aki teheti, a piros-fehér-zöld lobogót tegye ki a házára.